Egy minden eddiginél veszélyesebb designer drog bukkant fel Magyarországon az elmúlt hónapokban. A Kínából származó bikával egyelőre csak 5 uniós tagállam hatóságai találkoztak, itthon viszont már 15 megyében jelent meg, és több mint 10 áldozatot szedett. A szintetikus alapú designer drogok 2010 nyarán tűntek fel Magyarországon, és gyorsan népszerűek lettek, mert rendkívül olcsók és hatásosak. Ez csábította el a Ráckeresztúri Drogrehabilitációs Központban élő Istvánt is, aki már 3 hónapja tiszta, de előtte rabja volt a hasonló szereknek. Folyamatosan bukdácsoltam így a hétköznapokban, nem tudtam nagyon elérni semmit, amit elterveztem, akkor voltam motivált csak bármit is elvégezni, hogyha volt bennem egy kis cucc. István ma már normális életet szeretne élni, és családra vágyik. A központban lakó nagyjából 40 ember mindegyikének egyedi a története. A közös bennük, hogy a kábítószerbe menekültek a gondjaik elől. Egy rossz megoldás, de megoldás a problémáikra. Arra, hogy eltompítsák azt, ami fáj, az, hogy betöltsék azt a hiányt, vagy épp ne érezzék azt a hiányt, amit nem kaptak meg gyerekként, vagy éppen hogy egy olyan szorongásokat oldjanak, ami egyébként nem sikerül feloldani tisztán a mindennapi életbe, akár csak ahhoz, hogy oda menjen egy lányhoz és megismerkedjen vele, vagy éppen csak, hogy beilleszkedjen és végre egy olyan helyen legyen, ahol azt érzi, hogy elfogadják, hogy valóban tartozik. Az időnként görcsös rohamokat és őrjöngést okozó bika nem csak halálosságával, hanem olcsóságával is túltesz az eddigi szereken. Nagy valószínűséggel nagyon sokan használják, mert ez az anyag nagyon olcsó. Pont ez az egy pakett az, amit 2 részre, vagy adott esetben 3 részre lehet osztani, és ez Magyarországon 500 forintért is megvásárolható volt. A bika olyan olcsó kiutat jelent a mindennapokból, hogy a legszegényebbek is hozzá tudnak jutni. Mióta azonban a rendőrség beszámolt róla, hogy mennyire veszélyes, a drog mintha visszaszorulóban lenne. A Bajza és a Bulcsú utca között húzódik Budapest legrosszabb hírű aluljárója. A helyiek elmondása szerint itt néhány napja még árultak a dílerek, és a bika használói kirabolták a járókelőket. A rendszeres rendőri ellenőrzések miatt azonban most nyugalomban. Magyar Ádám, Euronews, Budapest.